Néhány olyan kérdésben kellett döntenie a testületnek, melyekkel határidős kötelezettségek miatt nem lehetett várni a szeptemberi soros ülésig, ezért tartottak rendkívüli tanácskozást. Többségében helyi rendelet, szabályzat, illetve alapító okirat módosítása szerepelt az előterjesztések között. Módosították az energia megtakarítást eredményező beruházások önkormányzati támogatásáról szóló két helyi rendeletet, ezzel együtt a pályázatok benyújtásának időpontját. A döntés értelmében a pályázatok benyújtására 2013. július 15-től lesz lehetőség. Eddig a homlokzat szigeteléssel együtt lehetett csak a födém szigetelést elvégezni. Most külön elemként is lehet pályázni födém szigetelésre. Ez lehet felső födém, ami csapadék szigetelés, vízszigetelés, illetve hőszigetelés, és lehet szuterin födém is. A másik változás még a kiírásba, illetve a rendeletbe az, hogy eddig úgy szabályozott a rendelet, hogy az adott évtől számított 15 éven belül egybe kell számítani egy adott ingatlan esetén a támogatásukat, és az adott évbe jelentkező támogatás összegénél nem lehet összesen több. Most ezt a szabályt visszamenőleg is érvényesítjük, tehát ez azt jelenti, hogy aki az elmúlt időszakba pályázott, az sem pályázhat összesen annál több értékre, több támogatásra, mint amennyi 13-ba érvényes. Tehát ha 13-as kiírás szerint valaki mondjuk 400 ezer forint támogatásra jogosult, mert olyan programot nyújt be, ami támogatható, de a korábbi években már 200-ra pályázott, akkor csak a különbözetét, a másik 200-at nyerheti el. Tehát így gondolta a képviselőtestület, hogy az igazságosságot azt szolgálja jól, hogyha visszamenőleg is összeszámítjuk a támogatásokat. A képviselőtestület döntött arról is, hogy 250 millió forinttal megemeli a Paksi Ipari Park Kft. Törzstőkéjét, és arról is, hogy a 4-es számú háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatokat dr. Farkas Éva Erina fogja ellátni, ugyanis dr. Hajdok Károly praxis joga nyugállományba vonulás miatt július végén megszűnik. Egyebek mellett elfogadta a testület a kidolgozott helyi esélyegyenlőségi programot, és tájékoztatást kaptak az adósság átvállalással kapcsolatos intézkedésekről. Paks februárban fennálló adósságának 40%-át vállalja át az állam. Korábban vettünk fel hiteleket azért, mert különböző beruházási célokhoz, így panelfelújításhoz, illetve útfelújításhoz rendkívül kedvező kamatozású hitelekhez lehetett jutni, és a pénzünk inkább betétben jobban kamatozott, mint amennyi a hitelnek a kamata volt. Részben ez volt az oka a hitelfelvételünknek, részben pedig 6 évvel ezelőtt bocsátottunk ki kötvényt 13,5 millió svájci frank értékbe, azért, hogyha az Európai Uniós pályázatokon jelentős támogatásokat tudunk elérni, akkor az önrészt biztosan tudjuk finanszírozni. Az egy más kérdés, hogy ennek a kötvénynek a beváltásából származó pénzt nem kellett felhasználnunk, de biztonsági tartalékként megvolt. Ennek ellenére a magyar állam ezt az adósságot, papíron fennálló adósság 40%-át finanszírozza, és erről kellett a képviselőtestületet tájékoztatni, hogy fél évig megtörténik az állam részéről a hitelintézeteknek, Paks esetében a fennálló adósság 40%-ának a kifizetése, és nyilvánvaló, hogy a tartozás átütemezését pedig a bankokkal kell megbeszélni, új szerződéseket kell kötni. Ezeknek a szerződéseknek a kötelező tartalmáról is döntött ma a képviselőtestület. A Mezőföldvíz Kft. Társasági szerződésének módosítása is napirenden volt, amit, ha új szerződéses partner van, meg kell tenni.
Hajdú János újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a taktoborzással szolgáltatási terület bővítéssel megfelelő ütemben haladnak. Nehéz feladat, hogy az év elején bevezetett közműadó, illetve a július 1-ével életbe lépő kötelező 10%-os rezsicsökkentés miatti kiesés kompenzálására megoldást találjanak. Éves szinten 100 millió forintról van szó, aminek pótlására a költségcsökkentés önmagában nem elegendő, gazdasági évét veszteséggel tervezte a cég.